Természetesen örülünk az eredménynek, és időnként mutatott játékkal is elégedettek lehetünk, különösképpen annak a fényében, hogy azért nagyon sok játékosunk a felkészülés kellős közepén van, mérkőzés nélkül. Örömteli, hogy jó föl tudták pörgetni a játékot, a ritmusváltásaink jól működtek, rá tudtunk tapintani azokra a pontokra, azokra az üres területekre, amik mentén könnyebbé tudtuk tenni a mérkőzést. Úgyhogy örülök a védelemben játszó, tulajdonképpen két új játékosra, ha Varga Józsi már volt is válogatott, de ezen a poszton kevésbé, ő is jól teljesített, és Korcsmár Zsolt játékával is elégedett voltam, úgyhogy én úgy érzem, hogy van hozadéka nem csak az előre való játékunknak ezen a mérkőzésen, hanem a védekezésben is több jobb teljesítményt kaptam, mint a pillanatnyi felkészültségük a játékosok. Mindig óvatosan beszélek a felkészülési mérkőzésről, mert a válogatott mérkőzés nem lehet felkészülési mérkőzés. A válogatott mérkőzést mindig győzelemre kell játszani, nem csak mint sportemberek, akik a pályán vannak, hanem elvárja tőlünk a szurkoló is. Úgyhogy ez egy komoly megmérettetés volt a magunk részéről, mi így is indultunk neki. Az, hogy mennyit ér ez a győzelem, és mennyit tudunk hasznosítani ebből a soron következő három tétmérkőzésen, az majd a vallatásnál kiderül, amikor túl leszünk ezen a három mérkőzésen. Voltak figyelemre méltó jó teljesítmények, így azért nyugodtabban indulunk neki, pláne úgy, hogy azért 4-5 meghatározó játékosunkra nem fogunk tudni számítani a svéd mérkőzésen.